Kánikula ide, hőségriadó oda, ismét hazai környezetben edzenek a spari játékosai. A csapat 11 napot töltött az ausztriai edzőtáborban, ahol három meccsen is pályára lépett. A horvát Riekától és a szerb Kruseváztól 3-1-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza, a horvátországi eszékkel pedig 2-2-re kettő végzett Tímár Krisztián együttese. A szakember elégedett volt az edzőtáborban tapasztaltakkal. Nagyon jó körülmények között tudtunk készülni. A klíma jóval kedvezőbb volt, mint amit a hazai. Sokkal ideálisabb volt az edzésmunka munka Egy nagyon nagy edzésadagot végzett el a csapat. Nagyon jó mentalitása, nagyon jó hozzáállással. Nyilván az ilyenkor szokásos fáradtság is ugye előkerül, de hát ennek van most itt az időszaka. De azt gondolom, hogy tényleg a csapat nagyon jó hozzáállással, nagyon nagy melót végzett el. Nagyon jó ellenfelekkel sikerült játszanunk. Azért azt gondolom, hogy hogy csupa élvonalbeli csapat ellen tudtunk játszani, és onnan is a, talán a, a felső kategóriásokból is már Riekal meg a, az eszék, az mind a, mindenképpen a, a saját országában az élcsapatnak számít, és mind a két ö, csapat ellen nagyon sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak, ö, láttuk azt, hogy mi az, amiben fejlődnünk kell, mi az, ami jól működik, ö, már ilyen szintű csapatok ellen is, és ö, ö, azt gondolom, hogy ö, mindegyik mérkőzésen tisztes helytállás volt, és ö, ö, láttuk azokat a hibákat, amiket ki kell javítani és tudjuk, hogy merre kell még fejlődnünk. Közben alakul a játékos keret is. Hétfőn a szerb belső védővel Ránkó Jokicssal kötött szerződést a klub, kedden pedig szerződés hosszabbítottak Nagy Dominikkal. Mivel a nyári időszakban minden csapatnál van játékos mozgás, a feljutás kiharcoló futbalisták számára nem szokatlan, hogy új társakkal kell megismerkedniük. Nagy részt azért egyben marad a mag, ez is volt a terv egyébként a, a szezon végeztével is, hogy azért nyilván az a csapat, aki kiharcolta tavaly az első helyet, az nagyjából azért most tud, együtt tudjon maradni. Nyilván azért vannak pozíciók, szerettünk volna hozni játékost, és azok azt gondolom, hogy be is lettek töltve nagyjából, úgyhogy szerintem nagyjából egyébként kész van a csapat, és egyébként jó kohéziót alkotunk, tehát elég befogadó közösség van itt szerencsére, úgyhogy szerintem jól, jól fogunk nézni. A Spari az NB2-ben a támadójátékot játékot erőltetve, sok helyzet kialakításával, sok gólt szerezve harcolta ki a feljutást. A vezetőedző reményei szerint az élvonalban is tudják majd ezt a játékot játszani. Jelenleg nem tervezem átalakítani, próbáljuk ugyanezt a, a, a játékstílust megvalósítani, nyilván itt ez mindig a, az ellenféltől is fog, hogy mennyire tudjuk ráerőltetni az akaratunkat az ellenfélre, de a célunk az lesz, hogy hogy egy ha, hasonló vagy teljesen ugyanolyan paritláson a, a közönség, amit eddig megszokott az én irányításom alatt. A Spali szombaton az NB2-es újonc Békés Csaba ellen tartja a bajnoki főpróbát. A nyitófordulóban viszont nem egyházán fogadják a győrt Kovács Rétiék, mivel az új stadionban nem állnak rendelkezésre azok a feltételek, amelyek egy meccs biztonságos lebonyolításához szükségesek, a klub szerette volna felcserélni a pályaválasztói jogot. Azonban a győri stadionban sem lehet játszani július 26-án, így a 20 óra 15-kor kezdődő mérkőzés helyszíne mezőköves lesz.